milyen úton kommunikáltál te magával a riasztórendszerrel, hogy tudtad kikapcsolni, bekapcsolni, milyen jelzéseket kaptál meg, úgy tudom, hogy távfelügyelet volt, tehát a távfelügyelet megkapta a jelzéseket, te milyen interaktív módon tudtál részt venni ebbe a folyamatba? Hát a válaszom az az, hogy semmilyenbe, kivétel a klasszikus eset, amikor elhagyod az ingatlant és bepötyögöd a kódodat, x másodperced van elhagyni az ingatlant, majd mikor megérkezel, akkor x másodperced van hatástalanítani a riasztókészüléket, és előfordult mondjuk olyan is, hogy valamilyen hiba funkciót jelzett, tehát mondjuk eltérő módon egy piros LED égett, vagy villogott valami, és ilyenkor mondjuk fölhívtam a telepítőt, aki telefonos segítséget nyújtva, hosszú-hosszú számsor diktálva ütöttem be a karaktereket, és akkor elhárult a hiba. Hogy milyen hiba, fogalmam sincs. Ő a hiba kódból, amit ugye jelzett a készülék a kijelzőn, abból ő bemondta, hogy melyik szobában, melyik kiálláson van valami hiba, hogy most az egy pókhálótól volt, vagy nem tudom mitől, ez egyrészt nem kötötte az orromra, másrészt meg, hát hogy őszinte legyek, igazából nem is biztos, hogy érdekelt volna, viszont semmilyen rálátásom nem volt az ingatlanra, miután elhagytam az ingatlan, tehát nem létezett még, vagy legalábbis én nem kaptam információt arról, hogy 10-12 évvel ezelőtt mondjuk applikáción követhető riasztórendszer is van, és talán meg is felelt volna. Tehát információ hiány volt mindenféleképpen. Annak ellenére, hogy ha megkérdeznék, akkor azt gondolom, azt mondanám, hogy korrekt kiszolgálást kaptam, tehát nem éreztem magam úgy, hogy nem foglalkoznak velem, viszont ma, ha visszatekintek, akkor azt látom, hogy valószínűleg nem csak az az egy riasztórendszer volt 12 évvel ezelőtt sem, mégis én egy rendszert kaptam, és mondjuk abba se kaptam 100%-os felvilágosítást, hogy milyen funkciókkal bír. Most, amilyen riasztórendszert használsz, nem titok az Ajax-nak az eszközét használod, mi a különbség? Kapsz-e értesítést bármiről, interaktív a dolog, be tudsz avatkozni távolról, mi a különbség a régi rendszer és az új rendszer között? Nem is olyan régen, amikor Bécsbe voltam, be kellett engednem az ingatlanba a fiamat, és távolról, konkrétan Bécsbe egy kávézóból engedtem be az applikáción keresztül, kiriasztottam a rendszert, ő bement, majd amikor elhagyta az ingatlant, akkor visszariasztottam. Ezt segített egyébként egy kamera is, ez nem titok, tehát én már akkor értesültem arról, hogy valaki közeledik az ingatlan felé, amikor ő még ezt valószínűleg nem is tudta. Amikor mondjuk kódot kellett változtatni a régi rendszernél, akkor az hogy történt? Akkor, és mondjuk, hogyha most kell valamit beállítanod, akkor hogy történik most? Tehát kire szorultál akkor, kire szorulsz most? Hát a telepítőre szorultam mindenféleképpen. Először is azért, mert azért valljuk be, így laikusként és nem szakmabeliként, ezt a biztonságtechnikát egy ilyen misztérium övezi, tehát ugye mivel nem ismerjük és az ismeretlentől mindig tartunk, ugye nem szívesen nyúlunk olyanhoz hozzá, aminek nem ismerjük a következményét. És azért egy riasztórendszer azt gondolom, hogy engem véd, és nyilván nem szeretnék úgy kárt tenni benne, hogy nem tudom a következményét annak, ha valamit rosszul csinálok. Ugye ebben az esetben is, amikor bármit változtatni szerettem volna, vagy kérdésem volt, akkor a telepítőhöz fordultam, aki vagy ezt távolról, és ez alatt értsük azt, hogy valamilyen kódot be kell ütni a riasztóba, és ezt telefonon keresztül végezte el. Tette, tartottál a telefont, ő mondta a kódokat, így te megütögetted. Így van, és akkor megvalósult mondjuk egy új funkció, bármi is legyen az, hogy most itt riaszt, vagy az nem riaszt, bármi ilyesmi. Ma a telefonomat egyszerűen elővéve, gyakorlatilag telepítő és minden más személy bevonása nélkül én tudom felügyelni ezeket a funkciókat. Elrontani nem tudom, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a biztonság érzetem megmarad, anélkül, hogy bárki megveregetné a vállamat, hogy ügyes voltál, jól csináltad, nem kell visszacsatolásra várnom, hogy most vajon mit csináltam, hanem a rendszer azonnal közöl mindent, azonnal visszaigazol minden egyes gombnyomást, nincs tévedés lehetőség. Vagy ha valami olyat csináltam, akkor ő jelzi nekem, hogy ezzel mit fog ő még elvégezni, tehát egyszerűen tökéletesen biztonságban érzem magam. Tehát mondhatjuk azt, hogy a modern rendszerek már csúnyán mondva bolondbiztosak. Nem kell ismerni a gépi kódokat, nem kell ismerni semmilyen programozási nyelvet ahhoz, hogy mi beavatkozzunk, vagy változtassunk rajta. Természetesen arra van mód, hogy le van előlünk zárva
az a része, ami az adminisztrátori, a telepítői rész, tehát hogy a rendszer szinten ne tudjunk módosítani benne, viszont az a rész, ami ránk tartozik, hogy még egy felhasználót hozzáadjunk, hogy hogy működjön a rendszer, finomítsunk rajta, ahhoz hozzáférünk, és nem kódokon keresztül, hanem egyszerű lépésenként vezet minket végig. Tehát azért nem tudunk tévedni, mert ha mi azt mondjuk, hogy szeretnénk egy felhasználót meghívni, akkor nem az van, hogy az 57-es kód mellé üssük be, és akkor így haladunk tovább majd ezeken a dolgokon, mert egyszerűen ott van az, hogy felhasználó hozzáadás, tehát le van fordítva a mi nyelvünkre ez az egész, és vizuálisan vezet minket rajta végig. Tehát lépésről lépésről kell haladni, megadunk egy e-mail címet, arra elmegy, ott megtörténik a hitelesítés, beregisztrálja az új ügyfél, mi megadjuk az új felhasználónak az a lehetőségét, hogy mit tudjon csinálni rendszerre, kikapcsolni, bekapcsolni, kapjon értesítést arról, lásson rá arra, hogy mi történik a mi otthonunkban, vagy ő neki csak ahhoz legyen joga egyébként, hogy mondjuk a riasztás értesítéseket kapja meg, vagy kis és be is tudja kapcsolni a riasztot, és akkor ezt is sorolhatnánk egészen tovább, de ezt olyan mélységig tudjuk megtenni benne, hogy hiba lehetőség nélkül, hogy nem kell a telepítőt értesítenünk. De a lehetőség fönt áll, tehát meg tudjuk hívni a telepítőnket, ez is le van titkosítva, és nagyon szigorúan kezeli például az Ajax riasztó, hogy ezt hogy tudjuk megtenni telepítői oldalról, én hogy tudok belépni a te riasztó rendszeredbe, csak meghívás útján, csak akkor, ha te otthon vagy, ki van kapcsolva a riasztó rendszered, és még azt is meg tudod nekem mondani, hogy 2 óráig adsz nekem hozzáférést, egyébként utána ledob a rendszer, és tudsz róla törölni, én nem tudok hozzáférni a rendszeredhez.